Egyre gyakoribb az energiaital függőség a 18-20 éves korosztályban, ami sokak szerint akár a fogyasztók halálát is eredményezheti. A megkérdezett szakember szerint azonban a kávéfogyasztás is épp olyan egészségtelen lehet, ha nem figyelünk a mértékletességre. A különböző márkájú energiaitalok nagyon népszerűek a fiatalok körében. Már az általános iskolások is rendszeresen fogyasztják. Sokan a kellemes ízük miatt az üdítőitalt helyettesítik vele, a koffein tartalom azonban ezt könnyen veszélyessé teheti. Murphy Kinga, dietetikus elmondta, mindenkinek van egy egyéni koffein határértéke. Ez általában 300 mg körül van, de személyenként változó lehet. Az erre érzékenyebb szervezetű emberek könnyen túl tudják adagolni magukat, ami okozhat erős szívverést, hányást, hányingert, súlyosabb esetekben akár szívrohamot ezt úgymond koffei mérgezésnek szoktuk nevezni. Ugye ez kávéból 3-4 csészét jelent per nap, a fölött hívjuk azt, hogy túlzott koffei fogyasztás. Viszont ugye egyes energiaitalokban változó a koffein mennyiség, a cukor mennyiség, meg hogy mit adnak hozzá, ez is befolyásolja, valamint hogy szedünk e olyan gyógyszereket, amiben pluszban van, vagy ittunk emellé alkoholt esetleg, vagy vagy dohányzunk, vagy vagy az életkorunk, a nemünk, meg hogy egyáltalán milyen napunk van, mit tettünk, stb. Márfi Kinga hangsúlyozta az alapvető különbség, hogy az energiaitalban koncentráltabb formában található meg a koffein, ami a folyadékháztartásunkat is befolyásolja, hiszen a vízávonó hatása miatt könnyen kiszáríthatja a szervezetet. Éppen ezért 12 éves kor alatt egyáltalán nem, de 18 éves korig is csak ismértékben lenne ajánlott fogyasztani az ilyen italokat. Hogyha valaki ugye elkezd kávézni, ez általában a középiskola környékén szokott lenni, vagy egyetemen vizsgai időszakban, amikor ugye nagyon nyomás és keveset tudunk aludni, viszont ez egy ördögi kör, mert ugye minél inkább rászokunk a koffeire és túlpörgetjük magunkat, annál inkább nem tudunk leállni agyilag, és nem olyan a pihenésünk, nem olyan a szervezetünk, a bioritmusunk, és ebből kijönni eléggé hosszadalmas feladat. A szakember hozzátette, a kávé és energiaital fogyasztást az ezekkel sok esetben együtt járó dohányzás is befolyásolja, mivel csökkenti a koffein lebomlásának idejét.